A nagy szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévő. A Hétkút Forrás Alapítvány ételvásárai, válaszói és Szajlai Tanodáinak bemutató találkozóján. Workshopunk célja tanodák életének, munkáinak ismertetése, prezentálása, valamint a tanodás tanulóink tehetségének bemutatása, ének, vers és zene által. Mindenek előtt azonban engedjék meg, hogy nagy tisztelettel külön köszöntsem körünkben dr. Dudányi Ágnest, az Eszterházy Károly Egyetem társadalomtudományi Kormosné Tircs Mónikát és Kis Katalin, a Lama Alapítvány képviselőjét. Braun Péter, a Pétervásárai Általános Iskola igazgatóját. Kovácsné Tornai Gabriellát, a Siroki Országkislók Általános Iskola igazgatóját. Köszöntöm továbbá Eged István, Pétervásárai polgármesterét. Mínka Ferencet, Várasszó polgármesterét. Vince Imrénét, Szajla polgármesterét. Köszöntöm továbbá az együttműködő iskolák igazgatóit, kollégáimat, együttműködő partnereinket és intézményvezetőket. Köszöntöm mindezek után még tanodáink vezetőit, pedagógusait, kedves kollégáimat, tanulóinkat, egyben tanítványaimat, köszöntöm a jelenlévő szülőket, és nem utolsó sorban, akinek a tanoda működését és irányítását köszönhetjük, Husák Erzsébet el. Szeretném fölkérni Eged István polgármester, hogy köszöntse a jelenlévőket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megjelentek! Én is nagy szeretettel és örömmel üdvözlök mindenkit ezen a rendezvényen, ezen az örömteli rendezvényen, hiszen ezt a tanoda programot mi már itt Pétervásáron 2013-ban kezdtük el Erzsikével, és ahogy el is hangzott, hát ennek az egész programnak én azt kell, hogy mondjam, ő a motorja, és ennek is köszönhető, hogy ma már a második tanoda programban állunk itt, ennek a bemutatóját fogjuk látni. Polgármester társaim nevében is szeretném önöket köszönteni, és hát még szeretném megjegyezni, hogy Pétervásárváros és a környék számtalan olyan szociális programban vesz részt, amely a hátrányos helyzetűek, a gyermekek, az idősek felzárkóztatásában, társadalomba való visszaintegrálásával foglalkozik. Városunknak jó néhány városrehabilitációs programja volt és van, amelyben a soft programok nagy része is erről szól, és ezért is fogadtuk különösen nagy szeretettel ezt a programot. Azt a programot, amely egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak hogy megvalósult, hanem sikeres is, és annyira példaértékűen sikeres, hogy ezt nem csak én mondom, hanem ezt országosan is azt kell, hogy mondjam, hogy elismerik. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt van nálunk ez a program, köszönöm szépen a résztvevőknek, köszönöm szépen azoknak, akik ebben segítenek és végrehajtják ezt a programot. A továbbiakban sok sikert kívánok, és azt szeretném még a jövőre tekintve elmondani, hogyha lesz még ilyen tanoda program a későbbiekben, Pétervására és a környéke szívesen fogadja ezt, próbálunk jó gazdái lenni, és bízunk benne, hogy fogunk még együtt dolgozni. Köszönöm szépen, hogy itt vannak. Köszönjük szépen, polgármester úr, biztató szavait. Most pedig Husák Erzsébetet szeretném megkérni, a Hétkút Forrás Szociális Alapítvány elnökét, hogy tartsa meg nyitó beszédét. Ezt erről kellene parázsolnom, most nem tudom, hová parázsoltak engem. Andi, először megy. Szeretettel köszöntök mindenkit. És nekem nagyon nagy tisztelet számomra is, de azt gondolom, akik itt mindent meg fognak mutatni azok számára is, hogy ilyen sokan összegyűltünk. Tényleg a tanoda munkáját fogják bemutatni a kollégák, és nagyon-nagyon sokféle programot fognak itt bemutatni, de azért én szeretnék egy kicsit rossz dolgokról is beszélni, mert szeretnék emlékezni a kollégáinkra. Múlt évben nagyon sok veszteségünk volt, Delgesz Péter az alapítóra, barátné Kovács Klára, Kátya, ugye mindenki ismerte itt a környéken, ő a
Szajrai szakmai vezetőre, és Bercsik Urbáné, azaz Tündére, ő pedig a Szajrai gyermek felügyelő volt. Én azt kérném, hogy egy pillanatra álljunk föl, és emlékezzünk, hogy ők is... Köszönöm szépen. De azért van egy másik is, akit megköszöntenünk kellene, meg megköszönni a munkáját. Én Szántó Lászlóné Marikára gondoltam, akinek szeretném megköszönni a munkáját, mert igaz, hogy én hoztam ugye ezt a projektet, de viszont azt gondolom, hogy ő is nagyon-nagyon részese volt annak, hogy most itt ünnepelhetünk, hiszen az elején ő volt a szakmai vezető, és a továbbiakban is azért ő segítette a következő pályázatot is, és szeretném átadni neki valamit. Igen. Csak én most nem tudok kevelni, bocsánat. És megköszönni a munkáját. Ezt az alkalmat... Önkéntesünk dolgozik velünk, mert most már nem munkatársunk, de remélem, mint önkéntes munkatársunk velünk lesz. És köszönjük szépen. Meglepően nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen nagyra értékeled a munkámat. Köszönöm szépen. És akkor csak annyit, néhány mondatot csak az alapítványról, ugye 5 tanulmány van, de ezen kívül most már foglalkozunk felnőttekkel is, itt ül körünkben Rozsály Tibor, ott a végeken, aki a felnőtt munkahelyi elhelyezkedését segíti. És csak annyit néhány dolgot, hogy körülbelül 150-160 gyerekünk van az 5 tanodában, pedig közel 150 kisebb nagyobb programunk volt, és hát közel 60 fő munkatársa dolgozik, és ebből 30 pedagógus. És akkor már csak ez a legvégső van, hogy érezzék magukat jól. Kollégium elnökségének tagját, pár mondatban értékelje a tanodák működését, előadásának címe, kortárs segítés pszichológiája. Köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen azt, hogy itt lehetek meg egyáltalán a meghívást. Most sok-sok gyereket láttam, úgyhogy ha nem haragusznak érte, akkor inkább hozzájuk szólok most. Mert hogy abban a minőségemben vagyok itt, hogy a Roma szakkollégiumot vezetjük kollégákkal, sok-sok kollégával együtt, ahol úgynevezett kortárssegítő program van. Ez a nagyon szépen hangzó szó, hogy kortárssegítés, ez azt jelentette a 90-es években legalábbis, amikor idézőjelben elloptuk Kanadából, hogy azt találták ki, hogy az nagyon sokat számít, hogyha életkorba egy kicsit fölötte lévő gyerekek segítenek, tutorálnak vagy mentorálnak, mindegy, hogy melyik szót használom, tehát idézőjelben örökbe fogadnak egy alacsonyabb korosztályban lévő gyereket, és hogy ennek nagyon jó hatása van, mert hát a gyerekek nem a felnőtt okosságokat, bölcsességeket hallgatják, hanem egy hozzájuk korba közel állót sokkal szívesebben befogadnak. Így aztán kapcsolatok szövődnek, és itt rögtön kénytelen vagyok a hétfői programra utalni, hogy hétfőn jönnek az egyetemre a tanodás gyerekek, most már úgy néz ki, hogy a környékről ilyen 120-130 gyerek, az egyetemisták borzasztóan lelkesen készülnek, hogy milyen programokat, milyen játékokat, milyen, mit lehet velük tenni. Tehát ennek a bizonyos kortárssegítésnek a jegyébe úgy gondoljuk, hogy ha hátrányos helyzetű egyetemistát láttok, vagy olyat, aki hát másképp tervezi az életét, és ebben a tanulás központi szerepük, akkor az ő modellhatása, vagy az, hogy őt érdemes követni, meg lehet is, meg van esély,
az talán hitelesebb, sokkal inkább, mint a sok-sok szép felnőtt szó, úgyhogy szeretettel várunk benneteket már, ha azok is itt vannak, akik hétfőn jönnek. Köszönöm szépen! Pedig Kormosné Tirs Mónikát, a LAHA alapítvány képviselőjét szeretném kérni, szóljon pár mondatot az alapítvány munkájáról, és a tanodák adományokkal történő támogatásáról. Gyerek Atti, nem kell jöttünk, igen. Igen, meg elindítunk egy kis hüvet. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, mi is köszönjük a lehetőséget és a meghívást, hogy itt lehetünk. Ugye az alapítványunkról rövid bemutatkozásban mi egy kis filmmel készültünk, ami mindent elmond az idő rövidsége miatt is. Illetve ugye mi azért hívtuk életre ezt az alapítványt, hogy elnyerjük azoknak az embereknek a bizalmát, illetve elérjük a szívét, akik szeretnek adni, és hogy valóban meg tudjanak bizonyosodni arról, hogy a jó szívűségük, a segítőkészségük az célt ér, és odaér, ahova ők azt szeretnék elküldeni, és bizalommal fordulnak ilyen módon, meg tudják nyerni azokat az embereket, akik nagyon szívesen becsatlakoznak ebbe. És mi két kis filmmel készültünk, amit most levetítünk. Támogatástudatos vásárló. Szeret jutékonykodni, de sajnos csak ritkán tud rászállni pénzt. Ő Erik, vállalkozó, különböző termékeket forgalmaz az interneten. Nehéz és költséges művevőket találnia. Ő pedig Krista, a Smile segélyszervezet munkatársa. Azon fáradozik, hogy támogatókat találjon és segítsen a rászorulóknak. Éva, Erik és Krista összefogtak, és csatlakoztak a LAHA mozgalomhoz, hogy kölcsönösen segíthessenek egymáson. Nézzük meg, hogyan működik a LAHA. Hogyan jut el az adomány Évától az általa kiválasztott rászorulókig. Éva szeretne venni egy mosógépet. Rákeres a LAHA keresőben és összehasonlítja az árakat. Mindenhol ugyanannyiba kerül, de az egyik cégnél meglátja, hogy 5%-os LAHA adomány lehetőség. Mit is jelent ez? Ha ettől a cégtől veszi meg a mosógépet, ugyanannyit költ rá, de kiválaszthat egy segítő szervezetet, melyhez eljut a mosógépe árának 5%-a. Átmegy a cég saját webshopjába, kosárba teszi a terméket, fizet, majd visszajön a LAHA oldalára, ahol csak bejelentkezik. Mindössze annyi a feladata, hogy a LAHA Office-ban kiválasztja a támogatandó szervezetet. Éva örül, hogy csatlakozott a LAHA-hoz, így vásárlásai egy részével alapítványokat tud támogatni, úgy, hogy nem kerül plusz költségébe. Erik is örül, mert mióta csatlakozott a LAHA-hoz, szívesebben vásárolnak tőle az emberek, és még jótékony célt is támogathat. Krista is boldog, hiszen megnőttek a befolyt támogatási összegek, így több lehetősége van a segítésre. Tegyük mindennapossá az adományozást, és szebbé a világot. Mutassunk példát a következő generációknak. Csatlakozz a LAHA mozgalomhoz most! Annyit kérdezgettem a nevét, hogy hogyan mondja itt az elején, őt is elfelejtettem köszönteni, bocsánatot kérek tőle, megkövetem. Köszöntsük már körünkben az Oktatási Hivatal tanácsadóját, Hartyányi Dübaá Krisztián. Most pedig Braun Pétert szeretném kérni, Péter Vásárló Tamás Kormányos iskolának az igazgatóját. Tartsa meg! Sok szeretettel köszöntöm én is minden kedves vendégünket, és engedjék meg, hogy én is nagy örömmel számoljak be arról, hogy itt lehetek.
és hát az én feladatom az lenne, hogy bemutassam azt, hogy a Pétervásárhelyi Tamási Áron Általános Iskola és a tanodák kapcsolata hogyan is alakult. Ahhoz, hogy ez egy picit jobban megértsük, hogy miért is fontos nekünk az, hogy a tanoda itt működik a településünkön, és gyakorlatilag a mi iskolánk három tanodával is delegált diákokat és pedagógusokat, picit meg kell, hogy ismerjük magát az iskolát és azt a mikrokultúrát, illetve a szociális helyzetet, ami jellemző erre az északhevesi járásra. A 2015-ös 105-ös kormányrendelet alapján a Pétervásárhelyi járás az úgynevezett kedvezményezett fejlesztendő járások közé került. Ez azt mutatja, illetve ezek a mutatók ugye annak köszönhetőek, idézőjelben, hogy elég magas a munkanélküliség, az országos átlagot meghaladja a munkanélküliség, a szociális hátrányokkal küzdenek az itt élők, a területünkön, a településünkön élők. Eddig is az iskolánk igyekezett mindenféle lehetőséget megragadni pályázatok útján arra, hogy a fölzárkóztassa ezeket a hátrányokkal, a szülői házból jövő hátrányokkal, illetve a szociális helyzetből adó hátrányokkal érkező gyerekeket. Ezért aztán minden lehetőséget megpróbáltunk megragadni, hogy képességeiket kibontakoztathassuk, a hátrányokat kompenzálhassuk, biztosíthassuk számukra az esélyegyenlőséget, és hát nem feledkezhetünk meg a tehetséggondozásról sem. És itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondhassam önöknek, hogy a múlt héten megvolt az előzetes minősítése az úgynevezett tehetségpontunknak, a Pétervásárhelyi Tamási Áron tehetségpontnak, és nagy örömünkre szolgált, amikor a Független Bíráló Bizottság két prominens képviselője ellátogatott hozzánk, és úgy határozott, illetve azt a javaslatot tette a plénum elé, hogy a tehetségpontunkat kiválóan akkreditált tehetségponttá nyilvánítják. Ez úgy gondolom egy nagy eredmény ebben a körzetben. Az iskolától tudni kell azt, hogy a körzetünk, illetve a Pétervásárhelyi járás legnagyobb iskolája, jelenleg 363 tanulót tanulunk. Fölírtanak jó pár adatot, itt úgy gondolom, hogy ezek a rövidítések sokat mondóak, tehát látható, hogy a 33 helyzetűek aránya 120, illetve száma 127 fő. Egy külön specialitás az iskolánknak az, hogy körzetközponti szerepet tölt be, és több mint a fele a tanulóinknak bejáró tanuló. Az ő utaztatásukat, kíséretüket, buszhoz kíséretüket, ezt mi oldjuk meg mindannyian. Sajátos nevelési igényű tanulóink is vannak, köztük autisták, Down-szindrómás gyerekek is, és hát ugye beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők is. Jelenleg 41 pedagógus alkotja a tanári gárdát, az ő munkájukat négy úgynevezett nevelőoktató munkás közvetlenül segítő kolléga támogatja. Van két óraadó tanítónk, illetve van egy áttanító, egy másik intézményből áttanító kollégánk. Ahogy a polgármester úr is elmondta, az együttműködés az már korábbra datálható, hiszen 2013 őszén nyár utóján jött a megkeresés Pétervásárára, hogy lenne egy lehetőség arra, hogy tanodát működtessen a város, illetve hát az alapítvány közösen. Ehhez elengedhetetlen az, hogy pedagógusokat és, ami a legfontosabb, gyerekeket is tudjunk a tanodába küldeni. Ezért aztán nagyon jól működik ez az együttműködés, és mutatja azt is, hogy ez már valóban a második pályázati ciklus, amit elkezdtünk, illetve most már lassan be is fejezünk. Jelenleg 71 diákunk jár az környék három tanodájába, így a Szent Márton 2 tanodában, a Pétervásáron működik, a Válaszolói Tisztaforrás 2 tanodában, illetve a Szajvai Érző tanodában is. 10 pedagógusunk oktatja, tehát akik a mi tantestületünknek tanulnak. És milyen foglalkozásokat tartanak ezek a kollégák? Ugye egyértelműen szaktárgyi foglalkozásokat, amiben a szaktárgyi megsegítést tartják fontosnak, de emellett szabadidős programokat, sportprogramokat, egyéb fejlesztő foglalkozásokat is tartanak nekik, és hát majd bízom benne, hogy meg is fogjuk látni, hogy milyen sikerrel, hiszen zenéről is van szó, természetesen versekről, irodalmi színpadról, és úgy gondolom, hogy sokrétű fejlesztésben részesülhetnek azok a gyerekek, akik a tanodákon képviselik az iskolát. És hogy miért is vágtunk mi ebbe bene, mik azok a várható eredmények, amelyek ebben vannak. Szeretnénk megtanítani a tanulás technikát, a tanulás tanítását, illetve a megtanítását, tehát hogy hatékonyabb tanulási technikákkal legyenek felvértezve ezek a diákok. Ennek köszönhetően bízunk benne, hogy a tanulmányi előmenetelünk is sikeresebb lesz, és a eredmények javulni fognak. Nagyon fontos területnek tartjuk a szociális kompetenciáknak a megerősítését, úgy, hogy közben élményt is biztosítunk nekik, hiszen olyan helyekre, és itt a harmadik fogalom a hátránykompenzáció is megjelenik, hiszen olyan helyekre is el tudunk juttatni gyerekeket, illetve hát a tanoda, illetve az alapítványa működtető el tud juttatni gyerekeket,
amelyekre önerőből, mondjuk a családi háttérből adódóan nem feltétlenül van rá lehetőség. És hát bízunk benne, hogy ezeknek a várató eredményeknek a hozadéka az az lesz, hogy végeredményben boldog, sikeres diákok hagyhatják el, akár a tanoda, akár pedig a Pétervásárhelyi Tamási Áron általános iskola falait, akik aztán majd a jövőben a középiskolában, és aztán az életben és a nagybetűs életben is megállják a őket. Én nem szeretném föltartani a műsor menetét azért a apró ilyen monológumban, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és további jó szórakozást. A köszönöm beszélek után következzenek a tanodák prezentációi. Elsőként a Pétervásárai Szent Márton 2 tanoda mutatkozik be. Műsoruk elején négy dalcsoport énekelnek. Zsolnai Norina, Nagy Veronika és Horváth Kamilla, 6. osztályos tanuló. Hogy a közönség ezáltal is betekintést nyerjen a munkánkban.
a szövegértés és az alsós foglalkozás, illetve a fejlesztő óra, hogyha valaki esetleg tanulási nehézséggel küzd, akkor a kollégák segítenek a foglalkozásban, illetve egy könyvtári foglalkozásról hoztam még képet. Valamint a matematika is nagyon népszerű a tanodánkban, és nagyon kedvelik Timi néni matematika óráit. Erősségem, ha azt mondhatom, az a sport, és a diákjaink nagyon szívesen járnak a sportfoglalkozásokra. Mégpedig azért, mert hogy nagyon sok sportágat kipróbálhatnak ennek keretén belül, és az egyik együttműködő partnerünk a Mátra Delecskei tanodán található, velük szeptemberben volt egy közös futballmérkőzésünk. Iskolánkban ettől a tanévtől a túra is nagy népszerűségnek örvend, és a tanodásainkat is bevontuk ebbe a programba. Nagy örömünkre szolgál, hogy nem csak a diákok, hanem a szülők, illetve a tanulók különböző rokonai testvérek, unokatestvérek is csatlakoztak ehhez a megmozduláshoz. Természetesen a fejlesztő foglalkozásokon kívül is van élet a tanodában. A tanulóink nagyon szívesen segítenek például a gyermekfelügyelőnek főzni, esetleg az alsós tanulóknak a házi feladat elkészítésében, de szívesen el is mosogatnak, ahogy a képen is lehet látni. Ezen kívül különböző plusz tevékenységek is vannak a tanulánkban, mint például kézműves tevékenységek, külön készültünk erre a konferenciára is, és dekorációt is készítettünk a gyerekekkel, illetve szoktak kosárfonással is foglalkozni. Kis kutatréningeket is tartanak nekik az előadóink, illetve februárban volt szerencsénk táncházban részt venni, és itt a különböző táncok fajtáival ismerkedhettek meg a gyerekek. Ezen kívül rengeteg kiránduláson is részt vettünk már a tanoda keretén belül, és azt mondhatom, hogy ez nagyon jó közösségépítő tevékenység, és amellett Magyarország nevezetességeit is megismerhetik a gyerekek, és mindeközben nagyon jól is érzik magukat. Köszönöm szépen a figyelmet, és diákjaim majd még bemutatják, hogy ők hogyan érzik magukat ebben a tanodában. Lajtosné Léci Erzsébetet. Nem jött, akkor őt nem kérem fel. Akkor Farkas Lilit szeretném megkérni, hogy szavaljon el nekünk egy verset Szécsi Margittól, a Márciust. Szécsi Margit, Március részlet. Téli szellők, fújjatok csak, játszatok a hajamon. Olvasz havat melengető, márciusi szép napon. Fagyos folyó megáradjon, vessen bimbót minden ág, szebb a sonfa gyönge szirma, mint a szürke jégvirág. Március van, március van, ember, s állat érzi már, dongok kaptár, szárnyat rezget, százezernyi kismadár. Köszönjük szépen! Most pedig szeretném felkérni Csík Gyulánét, mint szülő, hossza meg tapasztalatait a tanodával kapcsolatban. Jó napot kívánok! Csík Gyuláné vagyok. A Pétervásárhely tanodába jár két gyermekem, két lányom. Mind a kettő nagyon szeret járni a tanodába. Én is úgy vagyok ott, mint segítő, felkértek rá. És akkor én nagyon örülök neki, hogy ide járnak a gyerekek. Dolgozok 4 órát általános iskolában, és örülök neki, hogy biztonságban tudhatom a gyerekeimet, jó helyen vannak. Szeretnek nagyon oda járni, sokat segítenek nekik a tanárok. Matematikából, olvasásból a kicsinek, felzárkóztatásban, mindenben, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen! Most pedig
pedig Berti Jennifer, 8. osztályos tanuló, és Kamarás Péter, 6. osztályos tanuló, megosztják velünk a tanodával kapcsolatos élményeiket, és aztán még egy kis videót is látunk a végén. Berki Diana Jennifer vagyok, 8. B-osztályos tanuló. Nagyon sokat járok a tanodába, mind a három testvérem tanodás. Hétfőn Andi néni tart nekünk magyar órát, kedden Lilla néni van velünk, amikor az alsósoknak szoktam segíteni a ház feladatban. Szerdán Ildikó nének szoktam segíteni a tanodában, csütörtökön Juliska néni fejleszt minket. Pénteken pedig eddig Máté tanárúval készültem a alkalmassági vizsgámra, amit sikeresen teljesítettem. De tanórákon kívül sok más foglalkozásra szokott lenni, mint például a tánc, kézműves foglalkozások, ami volt karácsony előtt, ahol asztali díszt készítettünk. De szoktunk kirándulni a környéken is, például az őszi túra, ahol 18 kilométert sétáltunk, és a téli, ahol 15 kilométert sétáltunk. Én nagyon szeretek tanodába járni, mert nagyon sok barátom van, nagyon sokat segítenek nekem. Órás Péter vagyok, 6. osztályos tanuló. Azért szeretek a tanodába járni, mert kedvesek a diákok, meg a pedagógusok. Tényleg az matekra, tanulósz pedig sportszolgára szoktam járni. Szoktak lenni kirándulások, mint például mi volt a Gyuri várban, vagy a Vadasparkban, Budapestet már kétszer is meglátogattuk. Thank you.
2. Felkérném Vince Ferenc polgármester, mondját a posztalatját a Kanada működésével kapcsolatban. Aztán pedig egy verset szaval Kovács Vivien 5. osztályos tanuló. Köszönöm szépen a meghívást a önkormányzat nevében. Úgy szokták nálunk mondani, hogy válaszok, mindig történik valami. És azért mondják ezt, mert nálunk 20 éve működik asszonykórus, 26 éve van foci csapatunk, és 46 éve működik citera zenekar. És itt van egy tagja is egyébként, mert az átlag életkoruk nagyon, nagyon fiatal, 26-hány év, nem tudom így, nem számoltam ki pontosan, de 22-23 év körül van. És ebbe az úgynevezett alulról szerveződött közösségünkbe került bele a tanoda is. És azóta minden programunkba megpróbáljuk őket bevonni. Ez általában sikerül is, és nagyon színvonalas, hasonló előadásokat láthatunk tőlük, mint itt is. És nagyon fontos, amit elmondtak a gyerekek is, hogy közösségben vesznek részt, közösségben, és ez nagyon lényeges dolog. És még annyit akarok elmondani, hogy nagyon, nagyon túlra tartom ezt a felírást, ami ugye a tudás, türelem, tanulás, tolerancia, törődést jelenítettek meg itt a előkészítők. Én még a közösséget szeretném hozzáírni. És azt szeretném mondani önöknek, hogy a pedagógusoknak, a felnőtt segítőknek is, hogy nagy türelmet, meg ugyanilyen hozzáállás, mint eddig, amit mi tapasztaltunk a részükről, kívánok nekik. A gyerekeknek pedig azt, hogy vegyék ezt a fáradozást őszintének és nagy dolognak, hogy ilyen sok ember foglalkozik veletek. És még annyit, hogy a szülőknek is szeretném, hogyha a szülők is jobb hozzáállással, nagyobb odaadással segítenék a gyerekeket abban, hogy igenis van értelme ennek a tanodának is, még nem csak ennek, hanem minden más olyan dolognak, ami rólatok szól, és azért van, hogy ti a tudás által minél többet tudjétek meg az úgynevezett nagy életben. Köszönöm szépen!
teri sári az áramlét, lila sárga kék virágokkal, tarka barka fejük fölött, cita kötő száz a szárnya, és a kicsi szöszke Eszter táncra kell, egy ne felejts el. Köszönjük szépen polgármester úr beszédét, és köszönjük szépen kis Vivinek is. Most pedig felkérném Bodnárné Lóski Andreát, a Tanoda szakmai vezetőjét, beszéljen a Tanoda fő profiljáról, a dráma foglalkozásokról. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. 2017. szeptember 1-e óta vagyok a Várasszói Tiszta Forrás Tanoda szakmai vezetője. Ezelőtt a tanodai munkában először önkéntesként vettem részt, majd pedig mint mentor dolgoztam a gyerekekkel együtt. A Várasszói Tanodának a fő profilja a drámajátékok és a drámafoglalkozások. Heti rendszerességgel vannak ilyen foglalkozások a gyerekeknek. Dömök László tanár úr az, aki tartja a foglalkozásokat, illetve emellett a mentorok is szinte minden fejlesztő foglalkozás alkalmával élnek a drámajáték lehetőségével. Nagyon örülünk annak, hogy mentoraink mind-mind rendelkeznek drámapedagógiai felkészítéssel. A gyerekek nagy-nagy örömmel végzik ezeket a tevékenységeket, hiszen ezáltal fejlődik az önértékelésük, fejlődik a személyiségük és a szociális kompetenciáik. A falu életében, Várasszói településről van szó, nagyon-nagyon nagy sikerekkel veszünk részt, hiszen minden ünnepségre meghívást kapunk. Ezeken az ünnepségeken a gyerekek műsorral készülnek, műsort adnak. Kollégáim nagy-nagy szakértelméről adtak bizonyságot, hogy ezeken az ünnepeken mindig megállják a helyüket a gyerekek, és nagyon színvonalas műsorokat tudnak adni. Az ünnepségek előtt szereposztások vannak, próbák vannak, majd elérkezik a várva várt fellépés. Nagyon szívesen énekelnek a gyerekek, nagyon szívesen készítik a különböző műsorokhoz kapcsolódó jelmezeket, hangszereken játszanak, verseket szavalnak, dramatizálnak. Bízunk abban, hogy ezek a tevékenységek hasznukra válnak, és a jövőben kamatoztatni fogják majd ezeket az elsajátított képességeket. Köszönöm szépen! Pedig szeretném felkérni Vince Ferencné, a Várasszói óvoda vezetőjét, hogy szóljon pár szót a tanuló és az óvoda együttműködéséről. Köszönöm szépen, én is, hogy itt lehetek, és megkértetek egy pár mondat erejéig erre a felszólalásra. 2007-től annak idején mi is bekapcsolódtunk Várasszói óvoda, a Pétervásárai óvoda tagintézményeként az IPR programba, ami a halmozottan hátrányosabb gyerekek esélyegyenlőségét volt hivatott biztosítani. Ennek egyik része volt, meg lényeges pontja az iskolával való kapcsolattartás, és bár a Pétervásárai Tamás János általános iskolával nagyon jó a kapcsolatunk, mégis nagyon örültünk, amikor Várasszónak a régi iskola épületébe ismét visszakerültek az iskolások, tanodások formájába. Azóta próbálunk minden alkalmat megragadni, hogy közös programokat teremtsünk, közösen szerepeljünk, ilyenek például a ősszel az óvoda szervezésében a mese délelőtt, amin szerepelni szoktak a tanodások is, aztán közösen mikulásozzunk, a farsangi kiszebál végetésre is volt már, hogy meghívtuk a tanodásokat, aztán a gyermeknap, évzáró alkalmával is sok lehetőségünk van együtt lenni, és nagyon örülünk, mert így az óvodások is bepillantást nyerhetnek az iskolai életbe. Nem csak abba, hogy tanórán mi történik, mi lesz az iskolában, hanem abba is, hogy tanórán kívül is van élet, és hogy ott is van jó közösség, be lehet kapcsolódni a játékba. Úgyhogy köszönöm szépen eddig is az együttműködést a tanodásoknak, és remélem, hogy még lesz lehetőség ezután is.
Most pedig következik egy népdal Zsolnai Norina előadásában. Hatodik osztályos tanuló, már nem először szerepel a mai nap. És Kovács István citerával kíséri, 8. osztályos végzős tanuló. A címe, tanultnak a címe, tavaszi szélvizet áraszt. Megnyitó tavaly február 24-én volt. Ahol Binder Mátyás, az oktatási hivatal munkatársa nyitotta meg a rendezvényt. Erzsike néni is köszöntötte a vendégeket. Mivel is foglalkozunk mi a tanodában? Tavaly kirándulni voltunk Miskolcon a Vadasparkban, és a Diógyőri várban is jártunk. Tavaly Budapesten is kirándultunk, többek közt a repülőtéren is jártunk. Idén januárban is voltunk Budapesten a 3D kiállításon. A Művészetek Palotájában, ahol a Szent Iványi Álom előadást nézhettük meg. Sokszor van lehetőségünk különféle foglalkozásokon is részt venni. Több alkalommal kézműves foglalkozás volt a tanodában. Disputa foglalkozások is voltak.
dráma foglalkozások is. Zenélünk és táncolunk is egyaránt. És a felvételére készültünk. Több szervezettel is kapcsolatban állami tanodán. Közöttük az Eszterházi Károly Egyetemmel, a Pétervásárhelyi Szent Márton tanodával, a Városzói Óvodával is, és Városzó önkormányzatával. Szerepeltünk a Közösségi Művelődési Házban október 23-ai alkalommal. Itt karácsonyoztunk a tanodában. És most jöjjön pár kép a mindennapjainkból. Szeretném megkérni Tenyaskó Ágnes, mint szülő, szóljon pár szót a tanodában zajló élet. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Tenyaskó Ágnes vagyok, a Válaszói Tanoda képviseletében. Nagy örömmel szolgál, hogy mindkét tanodai programban részt vehettem a gyermekeim révén. Külön öröm számomra, hogy 2017. szeptember 1-től a Várasszói tanodában látok el feladatot, mint önkéntes, így nagyobb rálátáson nyílt a tanodában folyó munkára. És bizalommal mondhatom, hogy a tanodában családias hangulat van. Gyermek és pedagógus között. A gyerekek örömmel jönnek a tanodába, a kirándulásokon, a foglalkozásokon is rendszeresen részt vesznek. A helyi rendezvényeken is nagyon színvonalas műsorral készülünk, ezért nagyon jó kapcsolatot ápol a tanoda a helyi civil szervezetekkel, a Várasszói óvodával. És most engedjék meg, hogy mint szülő szóljak Önökhöz. Úgy vélem, nekünk szülőknek nagyon nagy segítség, hogy gyermekeinket a délutáni órákban biztos helyen tudhatjuk. A tanulásban nagyon nagy segítséget kapnak a gyerekek az idejáró pedagógusoktól, épp ezért nagy bizalmat fűzünk ahhoz, hogy 2018. 11. hónap 30-a után nem kerül végleg bezárásra a tanoda ajtója, és ismét gyermekhangtól lesz hangos ez az épület, ebben bízva köszönöm, hogy meghallgattak. Még egy kis zenei összeállítással készült Dömök László tanár úr. Énekelni fog Zsolnai Lorinak. Gyertek, 6. osztályos tanuló, Radics Emília, szintetizátorral kíséri Szentesi Lora, 8. osztályos tanuló, a dobnál Balázs Enikő, 6. osztályos tanuló, és a gitár Juhász Angelika és Dani Ferenc 8. osztályos. What?
ezzel zárult a Várasszói tanoda összeállítása, és akkor következzen a Szajlai Érckő tanoda bemutatkozása. Először verset hallunk Kusoma Melissa és Kusoma Liliana és Szampó Jázmin Luca előadásában. A verset pedig külön erre az alkalomra írtam, Ora Veszli és Abrak Eszter. A címe pedig Álmodtam egy házat. Álmodtam egy házat, hová mindig dalhetek, meg melegszek, uzsonnán teszek, okosodok, tanulok, így olvasni, és mindig játszik vele valaki. Úgy gondolom, megtaláltam, iskolatába is jár. Jók a gyerekek, sok a játék, de jó lenne, ha világot is látnék. Hát elvittek kirándulni, messze vidéket bejárni, az én kedvenc helyem az Érckő tanoda, ha nem hiszitek, nézzétek meg, gyertek át is oda! Köszönjük szépen! Most pedig feltérném Lince Irénét, Szajla polgármesterét, szóljon társadalmat a működéséről. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy egy pár gondolatot elmondhatok a tanodán működéséről, indulásáról. Én mindannyian azért vagyunk, hogy a gyerekeink fejlődését elősegítsük. A kollégáim már elmondták, hogy egy hátrányos helyzetű, gazdasági és társadalmi szempontból is hátrányos helyzetű kistérségben élünk. A Szajla településünk is egy hátrányos helyzetű település, ami annyit jelent, hogy ugye környékünkön nagy a munkanélküliség, a településünkön magas a szociálisan rászorulók száma. Községünk 607 fő lakosú és két településből állunk, Szajla az új telep és az ófalu, és ez nehezíti az önkormányzatunknak a működését is, lakosság szempontjából sem előnyös. A lakossági arány összetételében a lakosunk egyharmada, a lakosságunk egyharmada a nemzetiségünk. Önkormányzatunknak régi vágya valósult meg, mikor a 7 kultforrás szociális alapítvány részéről Busztrák Erzsébet az alapítvány elnök asszonya megkereste önkormányzatunkat azzal a céllal, hogy beindítsa nálunk a tanodát. Nagy örömünkre szolgált ez a lehetőség, és mint új tanoda indulása, hát ugye nem volt egyszerű, eleinte ugye nehézségekbe ütközött kialakítani a gyerekeknek azt a helyiséget, helyet, ahol a mindennapjainkat, szinte a délutánukat eltölthetik, és nem volt egyszerű feladat. De a látogatásom során azért tapasztaltam, hogy nagyon jó helyen vannak a gyerekek, és nagyon sokat fejlődtek, tanulmányi eredményeik is fejlődött. Ezen kívül nagyon nagy segítségre van a szabadidő hasznos eltöltésében a tanoda. Nagyban segítik önkormányzati rendezvényeinket is szereplésükkel, ami nagyon-nagyon jó esik. Kollégáim ezt meg tudják erősíteni, hogy nekünk ez nagy segítség nemzeti ünnepeinknél és egyéb dolgoknál. És én nagy köszönetet, hálás köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, a pedagógusoknak, gyerekekkel, akik foglalkoznak, a felkészítőknek, hiszen akár főállású munkaviszonyok mellett, vagy szabad idejükben vállalják ezt a feladatot, ezt a nehéz feladatot a gyerekek fejlődése érdekében. És én nyilván kollégáim is elmondták, hogy a szülők is nagyon kellenek a dolgokhoz, mert nélkülük akár hiába fáradozunk, hiába dolgozunk, és tényleg csak összefogással tudjuk segíteni a lakosainkat is, a településünket, fejlődésünket, és én mindenkinek kívánok hozzá nagyon jó egészséget, ez a legfontosabb, és kitartó munkát. És mindenkinek köszönöm, aki az ilyen hálátlan feladatokba
mert nehéz dolog, de a jövőt illetően nagyon nagy jelentőségű munkát végzünk mindannyian, akik ilyen dolgokban részt veszünk, és akár önkéntesen tényleg szabadítunk áldozva, segítjük ezeket a dolgokat, a további fejlődést. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy itt lehetek, és minden jót kívánok mindannyian. És akkor most Lahalcsikné Varga Ergitet szeretném megkérni, a Síroki Ország Kristóf általános iskola igazgató helyettesét, beszéljen a tanodával kapcsolatos tapasztalatairól. Jó napot kívánok mindenkinek ezen a kint borongós, bent annál kellemesebb délutánon. Kicsi szerepcserére került most sor, igazgatóasszony készült volna, de egyéb dolgok közbe jöttek, és emiatt nekem kellett átvenni ezt a szerepet, kicsit izgulok is, mint a gyerekek, akik a színpadra lépnek, de eddig tényleg ragyogóan teljesítettek. Hát a mi tanodánk még nem rendelkezik, úgy gondolom, olyan tapasztalatokkal, mint a már bemutatkozó előzőek, de reméljük, hogy mi is nem sokára ilyen remek összeállítással fogunk majd kiállni a közönség elé, ha még egyszer találkozunk. Kicsit úgy kerültünk mi ebbe a tanodába be, a kollégáim nevében is beszélek most, hogy már igencsak benne jártunk a tanévben, fel voltak osztva, ki voltak osztva a feladatok, mindenki túlvállalta magát, a Siroki iskola, a kisiskola, és jött a felkérés, hogy tudjuk, hogy nincs szabadidő, tudjuk, hogy nehéz megoldani, de a tanoda szempontjából nagyon fontos lenne, segítsetek. És akkor Kátya hívó szavára először egy-két kollégával elindultunk, aztán jött Erzsike, csalogatott minket, és most már azért elég szép számmal csatlakoztunk. Úgy gondolom, hogy a tanoda megoldotta a szakmai ellátottságot, és tényleg tudunk segítséget nyújtani. A legnagyobb problémánk talán az, nem is igazán probléma már, mert lassan megszokjuk, de talán mégis kényelmesebb helyzetben lenne diák, segítő, mentor, ha egy településen lennénk, illetve az iskola is ott lenne Szajlán. Kis nehézséget talán ez okoz most a jelenlegi állapotban, hogy meg kell oldani a pedagógus kollégáknak is az eljutását Szajlára, illetve a visszajutását, hiszen nem egy, nem két kollégák Egerből vagy Egeren túlról jár ki az iskolába és a tanodába is. Hogy milyen hasznot, milyen eredményt tudtunk realizálni ez alatt a rövid idő alatt, mióta ez a kapcsolat és megszületett és működünk a tanodában. Hát az egyéni fejlesztő foglalkozások hasznát azt hiszem, hogy nem kell lecsetelni senki szakmai előtt. A gyerekek ilyen kis csoportos helyzetben, négy szem között, hat szem között sokkal inkább motiváltak, sokkal többet teljesítenek és igyekeznek teljesíteni, mint esetleg egy nagyobb osztályban. Nagyon sokat kaptak a gyerekek, ezt lemérhettük a tanodától, a különböző kulturális foglalkozásokból, tanulmányi kirándulásokból, hiszen nem egy, nem két szép fogalmazás is születik belőle, amire nem biztos, hogy egyébként ilyen könnyen rávennénk ezeket a gyerekeket. És az én személyes tapasztalatommal zárnám ezt a kis bemutatkozást. Úgy gondolom mentorként is, hogy sikerül a mentoráltakkal olyan bizalmi kapcsolatot kiépíteni, aminek az eredményét, a hatását nem csak a tanodában, hanem a mindennapi életben, az iskolai élet számos területén is érezzük. Köszönjük a lehetőséget! Most pedig Beres Anitát szeretném megkérni, a tanoda vezetőjét, beszéljen a Szajlai Érckő tanoda működéséről. Köszöntöm a jelenlévőket, és már nagy izgalommal várja a mi kis tanodánk is, hogy bemutatkozzon. Én a projekt kezdete óta részt veszek a tanoda életében, mint matematika tanár, szeptember óta vagyok a tanoda vezetője. Kollégáimmal egy jó csapatként dolgozunk együtt. A tanodánk létszáma 40 fő.
több oktatási intézményen is együttműködünk, mivel a szajdai gyerekek Pétervásárára, Sivakba és Egerbe járnak iskolába. Négy középiskolás gyerekünk is van, akik jó példával szolgálnak társaiknak. A tanoda épület a Szajla központjában található, egy nagyobb és egy kisebb szobán kívül konyhai és mellékhelyiségek állnak a rendelkezésünkre. A tanodában Pétervásárai és Siroki pedagógusok végzik a fejlesztő, felzárkóztató, illetve a tehetséggondozó munkát. Matematikából, magyarból, angolból és informatikából kapnak szaktanári megsegítést a gyerekek. A tanodában fontos számunkra a gyerekek személyiségfejlődése, szociális kompetenciáik fejlesztése, illetve a pályaválasztások elősegítése is. E cél elérését segíti elő, hogy minden tanuló egyéni mentorálásban részesül a vele legtöbbet foglalkozó pedagógus által. A mentor segíti az ő beilleszkedését, gondjait van kivel megbeszélnie, felkészíti az életfeladatok megoldására, önállóságra és felelősségtudatra neveli a tanulmányait, illetve a környezetét illetően. A tanoda nem a napközit helyettesíti. Sok gyerek napközi után tér be hozzánk. Az igényt alakítottuk ki a gyerekekbe, hogy érezzék, hogy a tanulás az ő érdeküket szolgálja, nekik lesz jobb a jövőben, hogyha ebben igyekeznek. Munkánk eredményessége már érzékelhető, hiszen a gyerekek nagyon sokat változtak. Közvetlenebbek, nyitottabbak lettek. Követik a értékrendünket, a szabályainkat. Egy nagy családdá formálódtunk. Mikor belépnek a tanodába, akkor mindig megölelnek, és elmesélik, hogy mi történt aznak az iskolában. Érzik, hogy ők oda tartoznak, és ott helyük van. Természetesen egy jó családban a szabadidő hasznos átöltésére, szórakozásra is van lehetőségük. Erről majd kolléganőm Eszter fog beszámolni. És mint ahogy a beszédem elején említettem, egy jó csapatként dolgozunk együtt, kitűnő és elhivatott pedagógusokkal és nagyszerű gyerekekkel, és egy kiváló csapatkapitánnyal, aki nélkül mindezt nem tudtuk volna megvalósítani. Köszönöm szépen! Most pedig Oraveszni és Apránk Esztert szeretnénk kérni, a tanoda szociális munkását, hogy szóljon a gyermekek felügyeletéről kapcsolatos teendőkről. Köszöntöm a kedves vendégeket, Oraveszni és Apránk Eszter vagyok, és mint szociális munkást töltöm be a pozíciómat a Szajlai Érszkő tanodában. Szinte folyamatosan már 7 éve otthon töltöm időm egy gyermekeim mellett, gyes és gyerek ellátás alatt, de mióta ott lakom a tanodában, sokkal több gyermekem van, szóval 42. A legfontosabb számomra a gyermekek segítése az alábbi területeken. Probléma megoldó képességek, technikák elsajátítása, fejlesztése, egészséges énkép kialakításával segítés, ugye az érzelmi támogatás, az is nagyon fontos. Az iskolai beilleszkedésekben segítés. A tanodán belüli konfliktusok megbeszélése, megoldása. A helyes viselkedés mintamutatása. Érvelés technikák mutatása. Kreativitás fejlesztése. A rugalmasság, a kitartás és az elfogadás fontosságának tudatosítása. Mint említette polgármester asszony, Szajla Kiskrét számú település. Egy nagyon szoros kapcsolatot ápolunk mindenkivel. Mindenki mindenkit ismer, az információk eljuttatásában ez nagyon nagy segítség. Szoros bizalomra épülő kapcsolatot őrzünk a gyermekek szüleivel, rokonaival, és a gyermekekről minden információt megosztunk velük, és velük ők is velünk, ami abban segít, hogy a fejlődésük zavartalan legyen. A helyi önkormányzattal és a helyi hagyományőrző csoporttal is szoros az összekötésünk. A hagyományőrző csoportnak aktív tagja is vagyunk. Sok közös programot együtt jellemzi. A hagyományok őrzése a településünkön nagyon fontos része az életnek. Minden állami, vallásos ünnepet megpróbálunk tartani, megemlékezünk azokra. A község lakosságának nagy része római katolikus vallású, több tanodás gyermek minisztrál a miséken, és karácsonyi műsorkor a templomban szintén a műsorban részt vesz.
Ezek mellett rengeteg fejlesztő, hagyományőrző, szórakoztató programot szervezünk a gyerekeknek és szüleiknek, amelyet most szeretnék egy kis vetítés során bemutatni. A mi kis csapatunk 2017. szeptemberében alakult, én is azóta dolgozok ott, és azóta, igen, és a következő képsorok során erre az időszakra szeretnénk hangsúlyt fektetni. És megkérem a gyerekeket, hogy legyenek szívesek időpállat és segítsenek nekem ezt felolvasni. Bercsik Anna Mária, Kusama Éva, Felícia, Lüte Péter, Lüte Benedek, Németh Lehel, nem látom. Lázas lett elnézést most. Kusama Liliana, Kusama Melissa és Szampó Kuca Jászmén. Májusfa állítás. Az önkormányzattal közösen elevénítettük fel a májusfa állítás hagyományát. Tapészalagokkal és lufikkal díszítettük a fát a szülőkkel és az okisokkal közösen. A fa felállításában a falu felnőttei segítkeztek. Kutatók éjszakája. Ellátogattunk Egerbe, az Eszterházy Károly Egyetemre. A kutatók éjszakája programos sorozat keretében szétnézhettünk egy felső oktatási intézményben. A látványos kémiai bemutató bizonyult a legérdekesebbnek. A kísérletet tátott szájjal csodáltuk. Többünknek megfogalmazódott, hogy ilyen helyen szeretnénk tanulmányokat később is folytatni. Önkormányzattal egyesen tartottuk meg emlékezést. Után elhelyeztük köszönünket. Halloween. Ezen az alkalommal tököt faragtunk, és rémesen semmikkel kifestettük magunkat, táncoltunk, és jól szórakoztunk. Hagyományos fakanál. A romai önkormányzattal közösen szervezésben ezen a napon krumpligulyás főztünk és maszkot sütöttünk. Két nagymama is segített nekünk, és nagyon finom lett. Diskuta. Zsóka néni nagy szeretettel érkezik hozzánk ezekre az alkalmakra. Ilyenkor drámajátékokkal gyakoroljuk a probléma megoldást, és iskolai életből vett szituációkon keresztül a hatékony konfliktus kezelést vitatkozunk, érvelünk és önismereti játékokat játszunk. Táncház. A Kendelszeres Néptánc Együttes tagjai magyar néptáncok alaplépései tanították meg nekünk. És nagy meglepetésre roma táncol is készültek. Nagyon szeretünk táncolni, és nagyon jó ilyenkor a hangulat a tanodában. Mikulás. December 6-án a tanodából is jött hozzánk a Mikulás. Egy kis műsorral készítünk neki, nagy örömmel fogadtuk a tartalmas csomagot. Adventi kézműveskedés. Lóri bácsival fali és asztali díszeket készítettünk. Tőle megtanultuk, hogy termésebbül és veszőbbül milyen szép tárgyakat lehet készíteni. A faluból többen is részt vettek ezen a foglalkozáson, velünk együtt kézműveskedtek. Karácsony a délután. A hagyományőrző csoporttal és az önkormányzattal közös karácsonyi délután tartottunk a falu apraja, nagyja, összegyűlt a tanodában, hogy velünk együtt ünnepeljen. Hagyományőrző, szívesen foglalkozunk kézmunkázással, szeretünk mindent kipróbálni. A régi szokásokról, hagyományokról, sok történetet hallunk ezt elérítől, amiket néha
kukorica morzsolással közben mesél nekünk. Szappantfőzés. Anta néni kémiai kísérleteket is szabad nekünk bemutatni. Egyik alkalommal szappantfőztünk. Egy olyan anyag is kellett hozzá, amitől a víz felforrósodott, pedig nem is melegítettük. Azóta már használjuk ezeket a szappanokat. Budapesti kirándulás. Budapesten voltunk kirándulni, január végén együtt a többi tanítában. A város nézés felett rántunk egy balettemére. A művészetek palotájából és a 3D galériában érdekes fényképeket készítettek róla. Többen közülük most jártak először Budapesten. Szerintem Gyuri atya meglátogatta a tanodát is, megszentelte minden helyiségét. Együtt imádkoztunk és kértük a Jóistent, hogy vigyázzon ránk. Amit nagyon szeretünk. Szeretünk társas játékokkal játszani a nagyobbak Scrabble-nel, a kisebbek memória kirakóval. Szabad idővel hol jöjjön, bőzünk és vasalunk, hol festünk, hol pizzát öntünk, de kopázsunk és még sorolhatnánk. Hogy mennyire szeretnek táncolni, azt mindjárt megmutatják. Anna Mari nem véletlenül van ilyen csodásan felöltözve. El ne menj! Úgyhogy az összeállítás tánccal zárul. Kusoma Éva Felícia, 8. osztályos tanuló, és Bencsik Anna Mária, 7. osztályos tanuló előadásában. Thank you.
ezzel véget értek az összeállítások. Mielőtt azonban mennénk, én szeretném megköszönni a rengeteg munkát, a türelmet, szeretetet, amelyel ki így, ki úgy, de segíti a tanodák működését. Köszönjük az adományokat, időt, fáradtságot, mert mind a gyermekek életének, annak minőségének javulását szolgálja. Köszönjük a pedagógusoknak a munkáját, mert ha már egy kicsivel is, de javítani tud a jegyeken, akkor már eredményesnek mondható. Mindnyájan azért dolgoztunk az elmúlt több mint egy évben, hogy a tanodában járó gyerekek megfelelő ellátásba részesüljenek. A színesebbnél színesebb programokkal, kirándulásokkal, tanulással, uzsonnával próbáltuk elérni. Összefogás, együttműködés nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Továbbra is kívánok jó munkát, erőt, egészséget a további, nem kevésbé könnyű munkához. Most pedig nem maradt más hátra, mint hogy jó évvágyat kívánjak, és megkérjek mindenkit, hogy fáradjon át a szomszédos nagy terem.